Több mint 2 millió forintot gyűjtöttek a Magvető Református Általános Iskola számára. Az Építsünk Együtt egy Játszóteret elnevezésű projekthez többen is csatlakoztak, többek között egy miskolci étterem, akik a vacsorajegyek árából 420 ezer forintot gyűjtöttek össze. A vendéglátóhely tulajdonosa még további 250 ezer forintot ajánlott fel a játszótér megépítéséhez, Tirpák István üzletember pedig 500 000 forinttal támogatta a projektet. A Magvető Református Általános Iskola gyerekeinek éneke nyitotta meg a jótékonysági vacsora estet csütörtök este a Vigadóban. A rendezvény célja, hogy elegendő összeget gyűjtsenek ahhoz, hogy egy játszótér épülhessen az intézmény diákjai számára. Minimálisan 5 millió forintba kerül egy tényleg nagyon alap játszótérnek a kiépítése, ami tényleg biztonságos, az EU szabványoknak megfelelő, és mind az eszközöket, mind a földmunkát, illetve a gumiborítást is tartalmazza. A jótékonysági vacsora est szervezése szülői kezdeményezésre indult el. Berek Szászi Melinda kislánya első osztályos az iskolában, így ő is támogatta a játszótér megépítését. Megmondom őszintén, nekem ez nagyon nagy szívügyem volt, amikor elkezdtük ezt az egészet. Az elsődleges ok, ami miatt egyáltalán beleálltam ebbe a szülői kezdeményezésbe, az ő arca volt. Sokszor mentem érte az iskolába, láttam, hogy ő ott a játszótéren, vagy hát annak a helyén tulajdonképpen a gyerekekkel próbál játszani, de ott csak szaladgálnak. Tehát olyan céltalan volt az egész. És nekem már önmagában nagyon nagy öröm lesz, hogy azt látom délután, amikor bemegyek érte, hogy ők a játszótéren játszanak, egymással hintáznak bármi. Tehát, hogy olyan igazi játszóteres iskolás hangulata lesz ennek. Az Építsünk Együtt egy játszóteret nevű projekthez az egyik miskolci étterem is csatlakozott. A vendéglátóhely tulajdonosa, Barkóczi István nem tudott részt venni az eseményen, így feleséget tolmácsolt a felajánlásukat. A megvásárolt belépőjegyek árából 5000 forintot felajánlunk az iskola javára, és összesen ugye 420 ezer forint gyűlt most össze. Úgyhogy azt mondjuk, hogy szerintem ez egy nagyon szép szám. A tulajdonos úr, dr. Barkóczi István sajnos külföldi tárgyalása miatt nem tudott az esetben részt venni, ezért megkért rá, hogy továbbítsam az üzenetét, és további 250 ezer forinttal szeretné támogatni az estet a cégcsoportjából. A Magvető Református Általános Iskola játszóterének megépítését Tirpák István üzletember 500 ezer forinttal támogatta. Mivel nekünk is hármas ikreink vannak, és ismerem, tudjuk, hogy milyen egy gyermeket támogatni, egy rászorult családot megsegíteni. Ezért az elmúlt években is több alapítványt, valamint több rászoruló magánszemélyt támogattunk. Az este folyamán több mint 2 millió forint gyűlt össze tombolából, vacsora jegyekből és felajánlásokból. A jótékonysági vacsora végén ezt az összeget az iskola felkerekítette 5 millióra, hogy megépülhessen a kimondottan érzékszervi, mozgásszervi sérült gyermekeknek a játszótér.